központi hely. A megmérettetés egyik zsűritagja úgy véli, színvonalas produkciók szórakoztatják majd a Fehérvár Hangja közönségét. Vörös Tamás szerint az előválogatókon az a legfontosabb, hogy mindenki a saját tudásához és stílusához illő dalt válasszon magának. Amit szeret, tehát, mert az a fontos, mert amire úgy gondoljuk, hogy rákényszerítjük, mert ez jó nehéz szám lesz, ha el tudom énekelni, ugye ez a ha mindig benne, akkor a zsűri boldog lesz, és akkor tudom, hogy nem. Ami tetszik, azt énekeljem, mert az jön a szívből, mert az jön könnyedén. Egyelőre senki sem maradt le a tehetségkutatóról, hiszen a hónap végéig van még idő a jelentkezésre. Ráadásul már nem csak a székesfehérváriaknak, hanem minden Fejér megyében élő fiatal számára nyitott a lehetőség arra, hogy gyarapítsa az előadások számát. Akár Fejér megyében lakik egy fiatal, akár pedig itt tanul vagy dolgozik, beadhatja a jelentkezését a megadott határidőig. Az egyéb feltételeken nem változtattunk, tehát szeptember 30-áig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Minden szükséges információt megtalálnak az érdeklődők a www.fehervarhangja.hu oldalon, vagy a Facebookon a Fehérvár Hangja profilján. A Fehérvár Hangja versenyre való jelentkezési feltételek nem változtak. A zsűritagok minden 14 és 25 év közötti fiatal pop, rock, musical vagy jazz előadására kíváncsiak. A verseny válogatója október végén a Pelikán teremben lesz. Ebben a fordulóban még zenei kíséret nélkül énekelnek a versenyzők, akik közül a 24 legtehetségesebb jut tovább a Plázában rendezendő novemberi elődöntőbe. A decemberi döntőre pedig már csak 12 énekes marad, akik közül élő gála keretében választja ki a zsűri a Fehérvár Hangját.